közösségeinket meg kell tartani, és a közösségeknek teret kell szolgáltatni. Ezt a célt szolgálja a kívülbelül megújult Úrhidai Közösségi Ház is, amely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program integrált közösségi és szolgáltató térpályázatának kereteiben nyerte el mostani formáját. Az intézményt V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, valamint Bognár József Úrhida polgármestere adta át a helyi közösségeknek. A gyermekek egy táncos műsor erejéig rögtön birtokba is vették a közösségi házat, amelyben a színpad mellett egy teleház és egy könyvtár is helyet kapott. Legközelebb ide ülhetsz a könyvtárba. Úrhida új közösségi háza lehetőséget teremt arra, hogy helyben is tartalmas programokat kínáljanak a falu lakóinak, mondja Bognár József a község polgármestere. Komoly és nagyon nehéz feladat, nagy kihívásra állítja az önkormányzati vezetőket, azt gondolom, egy város tőszomszédságába, ami komoly szolgáltatásokkal, munkalehetőséggel bír, nagyon nehéz megfelelni. Igyekszünk mindent megtenni. Elsősorban a civil szervezetekkel igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani, ezáltal ide vonzani őket, valamint azokkal a szolgáltatásokkal, ami most itt újólag elhelyezést kapnak, elhelyezést nyernek az épületbe. A több mint 1000 pályázó közül Úrhidán az elsők között újult meg a közösségi tér. V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár szerint azonban az intézmény megtöltése tartalommal legalább ennyire fontos. Az épület az csak keretet ad. Keretet ad annak, hogy a más funkcióit is betölthesse az épület, például a közösségi szolgáltató térként helyet adjon helyi közösségeknek, generáljon újabb közösségeket és kiszolgálja azokat. A vidékfejlesztési államtitkár elmondta, a minisztérium a jövőben is az olyan kezdeményezések mellé áll majd, amelyek eredményeképp a kisközségek élhetőbbé válhatnak.